Úgy tűnik, a mindenki által kedvelt játékmacik tartják közel másfél évszázados népszerűségüket. Időállóságukat mutatja, hogy sok család őrizget több évtizedes, már rég funkcióját vesztett macit, és ahol sok a gyermek, ott ebből a játékból számtalan darab is visszamaradhat, ami esetleg egy jelentősebb gyűjtemény alapja is lehet. Így volt lehetősége a Csokonai Könyvtárnak, hogy júniusban történetében először megrendezhesse a Mackó Kuckó címet viselő tárlatot, ennek előzményeiről és tanulságairól Szabó Péter négy gyermekkönyvtáros beszélt. Nagyon sokan megfordultak itt nálunk az utolsó, tehát júniusban már. Arra gondoltunk, hogy júniusban már ugye a tanítás nem olyan feszített tempóban történik, mint addig, és talán csalogató lehet a gyerekek részére az, hogyha a könyvtárba bejönnek, és egy könyvtári foglalkozás keretében játékosan, mackókkal és a mackókról szóló könyvekkel is ismerkedhetnek, hogy hogy kerültek ide, a 450 maciról beszélünk, a macik nagy többsége több mint 320 darab, német Zoltánné karcagi lakos, Editkének a gyűjteménye, aki hét saját gyermeket nevel, és a saját gyermekek mellett ö, rengeteg macia gyűlt össze, és utána ebből írt egy dolgozatot a játékmackok történetéről, és akkor gondolta azt, hogy talán a karcagi gyerekek is megérdemelnének egy ilyen kiállítást. Ugyanezt a kiállítást lehetett már látni kiskulcsoson is. Mi kiegészítettük vendégmacikkal is, az olvasók hozhatták be a saját maciaikat, és azokat is közé tettük a egyébként több mint 300 darabot számláló gyűjteménynek, és így lettek ilyen sokan. A látogatottság messze menően igazolta, hogy a macik népszerűsége annyi generáción túl is töretlen. Érdekes, éppen beszélgettünk arról, hogy hogy lehetett, hogy ebből a ragadozó állatból ennyire a gyerekek kedvenc évé lett ez a maci. Ő nagyon nagy érdeklődés övezte, mert tényleg gyerekcsoportok, főleg hát a megcélzott csoportok, azok az óvodások voltak, illetve első-második osztályosok leginkább, de voltak nagyobbak és felnőtt érdeklődők is 350 látogatónál tartunk most, hát szerintem azért már több nem lesz, mert ez holnap leszedjük ezt a kiállítást. A játékokkal együtt a témát érintő és könyveket is összeválogatták a könyvtárosok, mert hát az iskoláskorba lépő macirajongók figyelmét illik felkelteni könyvek világára is. Szabó Péterné szerint ez sikerült. Ha nem is a macis könyvek iránt, de mindenféleképpen úgy gondolom, hogy nagyon sok kisgyerek, főleg akik most mennek majd első osztályba, úgy hagyták itt a könyvtárat, hogy vissza fognak jönni, és igenis beiratkoznak, hiszen nekik már jövőre iskolába kell menni, és egy iskolásnak illik könyvtártagnak lenni. Utolsó kérdésünk a különlegesebb darabokra vonatkozott. A gyermekkönyvtáros azonban tanástalan volt, mert, mint mondta, a tulajdonosok szemében minden darab különleges és pótolhatatlan. Azért nem merem mondani, hogy különlegeség, mert ugye a vendégmaciaink az mindenkinek a sajátja és a kedvence, és a legkülönösebb számára az, amit behozott erre a kiállításra. Azért voltak olyan élményeink, hogy amikor egy apuka behozta a 46 éves Szovjetunióból származó maciát, azért az úgy megható volt, mert a gyerek rábeszélte, hogy ő tudja, hogy ez kedves az édesapjának, és hát hozta be. Vannak, hát, vannak egészen extrém állatok is, tehát a rabruhás macitól kezdve a pilóta mackókig, nagyon nagy külön kategória, tehát tematikus csoportokban rendezte Editke ezeket a medvéket, úgyhogy a játékmackók között a jeges medvék, a pandák és a, a teddy is egy-egy nagy csoport, nem beszélve ugye a százoldas pagony hőséről, Mici mackóról, aki szintén nagyon nagy számban képvise képviselteti magát. Én nem emelnék ki egyet sem, mindegyik kedves.